Egy régi 1952-es törvény sokadik módosítása várható 2018. január 1-től. Az országgyűlés még tavaly novemberében fogadta el a polgári társadalom egyik legjelentősebb alapkövének számító polgári perrendtartásról szóló törvény módosítását. A 2010-ben kezdetét vevő kodifikációs hullám elérte ezt a jogszabályt is. 2010-ben számos jelentős jogszabály módosult, a büntetőtörvénykönyv, a munkatörvénykönyve, a polgári törvénykönyvnek a kodifikációs folyamata is erre az időszakra tehető, és nyilvánvalóvá vált, hogy a társadalmi-gazdasági viszonyokhoz, amelyek megváltoztak, igazítani kell a polgári perrendtartásnak a szabályait is. Az általam nagyra becsült és köztünk már nem élő dr. Lábadi Tamás, volt alkotmánybíró, pécsi ítélőtábla elnöke fogalmazta meg azt, hogy az észszerűen eljáró józan embernek a képe meg kell, hogy jelenjen most már, nem csak meg kell, hogy jelenjen most már a magyar magánjogban is, amely egyébként a külföldi magánjogban már évtizedek óta jelen van. Ez azt jelenti, ha az állampolgároknak valamilyen követelésük van, azt észszerű időn belül tudja a bíróság előtt érvényesíteni, ha peren kívül nem tudott megegyezni a másik féllel. A járásbíróság előtti perekben továbbra sem lesz kötelező a jogi képviselet. A perindítás továbbra is keresettel történik majd. A per követelményeinek megfelelően azonban ennek formai és tartalmi követelményei jelentősen megszigorodnak. Tulajdonképpen két felvonásból fog állni a polgári per. Jogászilag úgy mondjuk ezt, hogy osztott perszerkezet lesz az eljárás során. Az első szakasz az a perfelvételi szak lesz. A nevéből is adódik, hogy mi fog itt történni. Megalapítjuk a pert, felvesszük a pert. És ezt követi majd a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követően az érdemi tárgyalási szak. A jelenleg hatályos polgári perrendtartás szabályai szigorú bírói pervezetés mellett is lehetőséget biztosítottak a pereskedő felek számára, ahhoz, hogy a pert elhúzzák is, 2-3 éven túli ügyekről is beszélhetünk. A jogalkotó célja, hogy észszerű időn belül befejeződjenek a perek, ezért az érdemi tárgyalás időszakában új bizonyítékokat már nem fogadnak el.